900 négyzetméteres ingatlan beruházást ünnepelhetett a 3,5 évtizedes cég. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza országgyűlési képviselője is. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztésért felelős kormánybiztosa gratulációja mellett emlékeztetett, egy nyertes, bő 200 millió forintos uniós pályázat adta a fontos beruházás alapját. A támogatásból végrehajtott infrastruktúrális és digitális fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat versenyképessége és munkahely megteremtő és megtartó ereje ezáltal is tovább tud növekedni, és biztosak lehetünk benne, hogy a FarmCare Kft. És a cégcsoport nem csak az elmúlt 3 évtizedben, hanem a következő sok-sok évtizedben is nagyon sikeres cége lesz Nyíregyházának. Dr. Kovács Ferenc avatóbeszédében kiemelte, polgármesterként jó látni, ha egy nyíregyházi családi vállalkozás ilyen jelentős mérföldkőhöz ér, majd hozzátette, a város erős gazdasági hátteréhez nagyban hozzájárulnak az ilyen vállalkozások, és nem csak azért, mert kiválóak az alaptevékenységükben és komoly adófizetők. Nagyon sok embert foglalkoztatnak, ez már viszont fontosabb, talán a legfontosabb, sok családnak biztosítják a megélhetését, és emellett az erősséghez hozzátartozik az a lokálpatriotizmus, a városunk szeretete, és az a közösségi vagy társadalmi felelősségvállalás, amit ők folyamatosan tanúsítanak köszönet érte. A céget az első perctől kezdve társtulajdonosként Vengrinyák Andrea és Tibor vezeti. A család nevében az egyik ügyvezető, Tibor kért szót, aki köszönetet mondott a vevők, partnerek, beszállítók és munkatársak bizalmáért, majd visszaemlékezésében kiemelte, mélyről indultak, s mivel nem volt kitaposott útja annak idején a vállalkozói létnek, azt neki kellett kijárni. Az elmúlt 3,5 évtizedben rengeteg nehéz helyzeten mentünk keresztül, ám egyszer sem jutott eszünkbe, hogy feladjuk. Ahogy Andrea szokta mondani, szerencsére sose egyszerre fáradtunk bele. Az ügyvezető az új házat egy álom megvalósulásának nevezte, amely lehetővé teszi a színvonalasabb kiszolgálást és foglalkoztatást. De az új ház másképpen is jelen van az életükben egy évtizede. Aktív részesei az Enében futó országos, magyar tulajdonú építőanyagkereskedelmi hálózatnak. A társulás elnöke a család barátjaként mondott köszöntőt. Egy hihetetlen ambiciózus és lendületes csapat, nyilván élen a vezetőkkel, és nem csak az új házon belül, nem csak a hálózatunkon belül, hanem országosan is a FarmCare-ről azt kell tudni, hogy azon ritka és elit csoportba tartozik Magyarországon az építőanyag kereskedők között, akit jó eséllyel azért mindenki ismer. A rendezvényen ugyan jövőbeli tervek is elhangzottak, a fejlesztés lezárása, melynek része volt az építkezés mellett gépek beszerzése és digitális fejlesztés is, szalagátvágással zárult, melyhez a tulajdonosok gyermekei is odálltak, akik egyre nagyobb szerepet kapnak a működtetésben a generációváltás jegyében.